A kis Nikolá. Rex. Ahogy mentem haza az iskolából, ment előttem egy kis kutya. Úgy nézett ki, mint aki elveszett, nem volt vele senki, és nagyon megsajnáltam. Gondoltam, örülne, ha találna magának egy barátot, és alig bírtam elkapni. Nem nagyon akart velem jönni, mert biztos félős volt, úgyhogy odaadtam neki a fél csokis puffancsomat, és a kiskutya megette a csokis puffancsot, és össze-vissza csóválta a farkát, és én Rexnek neveztem el, mint a bűnügyi filmben, amit múlt csütörtökön láttam. A Rex majdnem olyan gyorsan megette a puffancsot, ahogy Ász ezt csinálta volna. Az a haverom, aki folyton eszik, és aztán már boldogan jött utánam a Rex. Gondoltam, a papa és a mama jól meg fognak lepődni, amikor beállítok Rexel, nagyon fognak örülni, és később mindenféle mutatványra megtanítom a Rexet. Őrizni fogja a házat, és segít elfogni a gengsztereket. Pont, mint a múlt csütörtöki filmben. Na hát. Tudom, hogy hihetetlen, de amikor beállítottam Rexel, a mama nem volt valami boldog, sőt, egyáltalán nem örült. Igaz, erről azért Rex is tehetett. Bementünk a nappaliba, és jött a mama, megcsókolt, megkérdezte, hogy minden rendben volt az iskolában, nem volt-e velem semmi baj, és akkor meglátta a Rexet, és rögtön elkezdett kiabálni, hol szedted össze ezt a vadállatot? Mondtam, hogy ez egy szegény, elveszett kiskutya, aki majd segít, hogy elfogják egy csomó gengsztert, de a Rex, ahelyett, hogy nyugodtan maradt volna, felugrott egy fotelra, és harabdálni kezdte a párnát. És pont az a fotel volt, amelyikben nem szabad beülni a papának, csak a vendégek vannak. Mama tovább kiabált, hogy megtiltotta, hogy mindenféle állatot hurcoljak haza. Ami igaz, tényleg megtiltotta, amikor egyszer hoztam egy egeret, és hogy ez nagyon veszélyes, lehet, hogy veszhet ez a kutya, megharap bennünket, és akkor mindjárt megkapjuk a veszettséget, és hoz is egy seprűt, és kiteszi ennek a dögnek a szűrét, egy percet kapok, hogy eltüntessem a házból. Nehéz volt rávennem Rexet, hogy engedje el a fotelpárnát, sőt, nem is sikerült egészen, mert egy darab a szájában maradt, nem is értem, miért ízlik neki. Aztán fogtam a Rexet, és őben kivittem a kertbe. Legszívesebben sírva fakadtam volna, és meg is történt. Nem tudom, hogy a Rex is szomorú volt-e, azzal volt elfoglalva, hogy köpködjek kifelé a párnahúzat fecniket. Hazaért a papa, és ott talált bennünket, ahogy az ajtó előtt üldögélünk, és nagyban sírok, a Rex pedig köpködik. Nocsak, mondta a papa. Hát itt meg mi folyik? És akkor én mondtam a papának, hogy a mama elkergeti a Rexet, és a Rex a barátom, és én vagyok a Rex egyetlen barátja, és együtt fog elkapni egy csomó gangstert, és mindenféle mutatványra meg fogom tanítani, és ez nekem most nagyon rossz. És gyorsan megint sírtam egyet, Rex meg közben a fülét vakargatta a hátsó lábával, ami piszok nehéz. Egyszer megpróbáltuk az iskolában, de csak Maxennek sikerült, akinek nagyon hosszú a lába. A papa megsimogatta a fejemet, és azt mondta, hogy a mamának igaza van, veszélyes dolog kutyákat összeszedni, mert lehet, hogy beteg, és fogja magát, és megharapja az embert, és akkor puff, mindenkinek elkezd csorogni a nyála, és veszett lesz, és majd tanulni is fogom az iskolában. Pasteur feltalálta a gyógyszert, ezért is nevezik az emberiség megmentőjének, és most már meg lehet gyógyulni, de nagyon fáj. Én erről mondtam a papának, hogy a Rex nem beteg, jó étvágya van, és baromi okos. A papa meg ránézett a Rexre, és megvakargatta a fejét, ahogy nekem is szokta néha. Igaz, ami igaz, úgy néz ki ez a kis kutya, mint akinek kutyabaja, mondta. A Rex pedig nyalogatni kezdte a kezét, ami baromira tetszett a papának. Milyen kis aranyos, mondta, és oda tartotta a másik kezét is, és azt mondta, adjál pacsit, na, adjál szépen pacsikát. És a Rex pacsikát adott neki, és aztán nyalta a kezét, és aztán megvakargatta a fülét, nagyon el volt foglalva. A papa nevetgélt, aztán azt mondta, na jó, várj egy kicsit, megpróbálom elintézni a dolgot anyáddal. És bement a házba. Tök jó fej a papám. Miközben a papa megpróbálta elintézni a dolgot a mamával, én játszottam a Rexel, aki elkezdett pitízni, de nem tudtam neki mit enni adni, és akkor elkezdtem megint vakargatni a fülét. Baromi jó fej ez a Rex! Kírt a papa, de nem volt valami jó kedvű. Leült mellém, megvakargatta a fejem, és azt mondta, hogy a mama hallani se akar róla, hogy a kutya betegye a lábát a házba, pláne azok után, hogy mit művelt a fotellal. Már készültem, hogy sírok egy nagyot, de támadt egy ötletem. Ha a mama nem engedi, hogy a kutya bemenjen a házba, mi lenne, ha a kertben tartanánk? A papa gondolkozott egy darabig, és aztán azt mondta, hogy ez egy jó ötlet.
a kertben nem fog kárt okozni a Rex, és építünk neki egy kutyaházat most azonnal. És a papa nyakába ugrottam. Mentünk a fészerbe, deszkáért, a papa hozta a szerszámokat, a Rex közben ette a begóniát, de az még mindig nem olyan nagy baj, mint a fotel a nappaliban, mert több begóniánk van, mint fotelünk. A papa válogatta a deszkákat. Meglátod, micsoda kutyaházat csinálunk neki, valóságos palotát, mondta. Én meg, hogy mindenféle mutatványra is megtanítjuk, és őrizni fogja a házat. Igen, mondta a papa. Beidomítjuk, hogy előzze a betolakodókat, például Tritikát. Tritiká bácsi a szomszédunk, és ő meg a papa nagyon szeretik ugratni egymást. Piszok jól szórakoztunk. A Rex, én meg a papa. Egy kicsit rosszabb lett a helyzet, amikor a papa ordított egy nagyot, mert az ujjára vert a kalapáccsal, és a mama kijött, hogy mi történt. Hát ti meg mit csináltok? Kérdezte a mama, és én mondtam, hogy kigondoltuk a papával, hogy a kertben fogjuk tartani a Rexet, mert itt nincs fotel, és a papa kutyaházat csinál neki, és be fogom idomítani a Rexet, hogy harapja meg a Tritiká bácsit, hadd vesszem meg! A papa meg se nagyon szólalt, szopta az ujját, és nézte a mamát. A mama nem volt boldog. Egy csöppet se. Mondani, hogy hallani se akar erről a vadállatról a házában, és most nézzük csak meg, hogy mit művelt a begóniával. A Rex felkapta a fejét, oda ment a mamához, csóválta a farkát, és aztán pitizett. A mama csak nézte egy ideig, és aztán lehajolt, és megsimogatta a Rex fejét. A Rex pedig megnyalta a mama kezét, és akkor csöngettek a kertkapunál. Papa ment, kinyitotta a kaput, és bejött egy bácsi, meglátta a Rexet, és azt mondta, puci, csak hogy megvagy, ma mindenhol kerestelek. Na de uram, mondta a papa, mit óhajt? Hogy mit óhajtok, mondta a bácsi. A kutyámat óhajtom, puci, séta közben elszökött mellőlem, és valaki mondta, hogy errefelé lát egy kölyökkel. Nem puci, ő a Rex, mondtam. Együtt fogunk gengsztereket üldözni, mint a múlt sütörtöki filmben, és beidomítjuk, hogy megviccelje Tritiká bácsit. De a Rex tök boldog volt, és a bácsi karjába ugrott. Mi a bizonyíték, hogy ez a kutya a magáé? Kérdezte a papa. Ez egy kóborkutya. Na és a nyakörv? Kérdezte a bácsi. Nem látta a nyakörvet? Rajta van a nevem. Jules-Joseph Brockedly. A lakás címmel együtt örüljön, hogy nem teszek feljelentést. Gyere, édes pucikám, na de ilyet! És elvitte a Rexet. Ott álltunk, tátott szájjal, és akkor a mama sírva fakadt. És akkor a papa vigasztalta a mamát, és megígérte, hogy ne féljen, hamarosan hazahozok neki egy újabb kutyát.